szeretném húzni tovább az időt, szeretném átadni a szót a Kötélugró Klub Szombathely képviselőjének, Füle Magdolnának, aki egy közelgő versenyükről fog beszámolni, és talán arról is egy kicsit mesélhetnél, hogy miért éppen így karácsony tájékán rendezitek meg ezt a versenyt. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. December 16-án jövő szombaton lesz ez a rendezvény. 3 éve kezdtük Mikulás Tupaként, amikor meghívtunk közeli országokból olyan sportegyesületeket, akikkel nagyon jó a kapcsolatunk. És pont talán mindjárt azzal kezdem, hogy miért esett most erre az időpontra. Két versenyzőnk, aki meghatározó szerepet tölt be most az Egyesületben, Nagy Éva és Komlosi Kata, meghívást kapott Amerikába, és ma fognak visszautazni, úgyhogy holnap érkeznek haza, és ezért a Mikuláshoz nem tudtuk kötni most ezt a rendezvényt, mert mindenképpen ez egy nagy megtiszteltetés volt, hogy őket egy 80 fős oktatói stáb közé Magyarországról kettejüket hívták meg, egy 400 fős edzőtáborba amerikai egyesületeknek a sportolóihoz. Úgyhogy akkor gondolkodtunk, hogy mi legyen, nélkülük rendezzük meg, vagy pedig adjuk meg ezt az időpontot. Úgy döntöttünk, hogy segítségükre szükségük van nekünk is, mivel ilyenkor általában elsősorban az utánpótlásnak rendezzük ezt a versenyt, és csak úgy tudjuk megoldani, hogyha az idősebb versenyzőink híráskodnak. És ezért lett most karácsony kupa. Kíváncsian vártuk, hogy elfogadják-e a meghívásunkat, így is így nagyon közel a karácsonyhoz, de szép számmal jelezték a részvételüket Csehországból és Szlovákiából, úgyhogy hát így esett a karácsonyra, karácsony kupa néven fogjuk most idén megrendezni ezt a versenyt. Tehát ahogy említettem, elsősorban az utánpótlásnak szeretnénk biztosítani versenyzési lehetőséget. Szlovákiából 3 egyesületből érkeznek, akik hát mondhatom, hogy nem olyan útra tekintenek vissza, mint a mi egyesületünk. Úgyhogy ilyenkor nagyon boldogan jönnek tapasztalatszerzés céljából is, meg nyilván, hogy az ő kezdő versenyzőinek egyszerűen is élni, esetleg látni a mi versenyzőinket is. És Csehországból is jönnek, tehát Szlovákiából 3 egyesület, Csehországból pedig Prágából egy nagyon népes 18 páros és 13 csapat, két köteles csapat érkezik majd. Szóval maga a verseny az 130 versenyzővel fog zajlani. A Bolyai iskolában lesz a helyszín, mivel más rendezvények miatt kiszorultunk az arénából. Délután 1 órakor kezdődik, és körülbelül 6 óra tájékában számoltuk, hogy eredményhirdetést tudunk csinálni. 5 korosztályban versenyeznek a résztvevők. Egészen a legkisebb korosztály az a mini, ami azt jelenti, hogy 6-7 éves versenyzők mutathatják meg, hogy mit tudnak. Tehát mini, gyerekkorcsoport, serdülő, junior és felnőtt. Mivel ugye a felnőtt versenyzőinkre szükség van a bíráskodásnál, ezért most mi a felnőtt versenyzőinket nem indítjuk, hanem ők fognak bíróként közreműködni. Úgyhogy ott a 2 korosztályt összevontuk, a juniort és a felnőttet, de így is korosztályonként ilyen 18-16 páros vesz részt, úgyhogy szerintem ez egy nagyon szép kis mező. Aztán ezen kívül még van a 2 köteles versenyrész, ami a mi versenyzőinknek is, a kicsiknek egy újdonság. Ezért is szerettük volna, hogy hazai környezetben ne kelljen elutazni máshova, kívánosság ki először magukat. Úgyhogy lesz egy 3 fős csapat verseny is, amiben egy gyorsasági futás van 2 kötélben, és aki tud, az csinál egy szabadon választott gyakorlatot is. Hát a mini korosztályban ez nem igazán sikerül még, úgyhogy csak a gyerekkorosztálytól lesz a szabadon választott gyakorlat, mint versenyszám. Igazán talán röviden ennyi. A kérdés köszönöm szépen, szívesen. És azt nagyjából tudjátok, hogy gondolom azért, mert összegeztétek az évet, hogy hány versenyen vettetek ebben az évben részt, mert állandóan azért a médiában jelen vagy.
és lehet itt ott olvasni, hogy szép eredményeket értek el, ez hányadik lesz a sorban. Számszerűleg nem tudom megmondani, de ugye mi szeptembertől számoljuk az iskola időszaktól a versenyzést, úgyhogy ez a három hónap ez nagyon-nagyon sűrű volt, nem tudom, aki újságot olvast, talán olvasta, hogy voltunk Angliában, az angol nemzeti bajnokságra elvittük a legtehetségesebb utánpótlás versenyzőinket, és nagyon szép eredménnyel végeztek. Aztán rá egy hétre hazasen érkeztünk, Szentesen volt egy országos bajnokság, ahol szintén elég szép népes mezőnnyel vettünk részt, és sok-sok éremmel tértünk haza. És hát most ez lesz akkor szeptembertől a harmadik ilyen kiemelt rendezvényünk, de ezen kívül nagyon sok más dolog is van, mint ahogy említettem most például ez az edzőtábor Amerikában, ahova a versenyzőink elutaztak, nagyon sok felkérésünk van szereplésekre, most egy újabb meghívást kaptunk például röplabda mérkőzések szüneteiben ugrálni, most már akkor futszálon ott vagyunk, kosárlabdán, most akkor a röplabdánál is. Nagyon örülünk ezeknek, mert ez is jó lehetőség, főleg a népszerűsítésnek. Hát egyrészt a népszerűsítésnek, másrészt pedig egy kis rutint szereznek a gyerekek abban, hogy ki kell állni a közönség elé. Úgyhogy, és még nagyon sok teendő vár ránk. Én köszönöm szépen akkor a tájékoztatást.